A hölgyeim és uraim, a mai Kaligram bemutató délutánján Harmat Artemisnek a Kacérromok című könyvét fogjuk bemutatni, Márton László vezetné be, és utána beszélgetünk, bár a szerző reket, tehát most abszolút megvalósul a férfi uralom, valószínűleg mi beszélünk többet, majd meglátjuk, hogy a hangszálak mennyire bírják. Nyilván úgy terveztük, hogy a szerzőt helyezzük középpontba, de így is így lesz. A műve fog lehet, hogy többet beszélni, mint ő, de aztán lehet, hogy minden megjavulhat közben. Akkor megkérném Márton Lászlót, hogy néhány gondolatot mondjon bevezető. Szép jó napot, délutánt kívánok, hölgyeim és uraim. Harmat Artemis könyvét annak ajánlom, aki a kortárs magyar líra iránt érdeklődik. Ezen túlmenően azoknak, akik a kortárs mai magyar költőkön keresztül költészet miben létére szeretnének rákérdezni, akik olyan eligazítást szeretnének, amely azt mutatja meg, hogy a nyelven keresztül hogyan jelenik meg a tér a költészetben, amely arra kérdez rá, hogy mennyiben gazdagítja arról való tudásunkat a költészet, hogy mi az, hogy én. Szóval itt vannak nagyon állandó kérdések, és van egy sor olyan kérdés, ami itt és most, vagy itt és az utóbbi 15 évben vetődött fel. És a Harmat Artemis könyve azért tudja megfogni az olvasót, most hazabeszélek, mondjuk, hogy az olvasó az én vagyok, szóval azért tudott megfogni engem, mert erről az egész kérdéscsoportról egy nagyon pontos látleletet vett fel. Most ez az, hogy mi mondjuk az emlékezés és a nyelv kapcsolata, vagy hogyan járható be egy szöveg, mint szövegtest, hogyan barangolható be, hogyan fedezhető fel, és hogyan válik topográfiai problémává egy olyan versciklus, ami nem kifejezetten képversekből épül fel, hanem hát verssorokból, hogy egyrészt el kell jutnunk a vers elejétől a végéig, másrészt mondjuk egy versciklus vagy verses kötet elejétől a végéig, és ugyanakkor ez a linearitás fel tud függesztődni, és az egyidejűség veszi át a hatalmat. Meg hát egyáltalán, hogy hogyan alakul ki a költői világ. Ilyen kérdésekre mondjuk a 80-as évek második felében, amiről nekem vagy nekünk viszonylag pontos emlékeink vannak, teljesen más lehetséges válaszok voltak. Nyilván 25 év múlva megint egészen más válaszok lesznek, de úgy veszem észre, hogy maguk a kérdések akkor is érvényesek lesznek, és akkor is ezen múlik az, hogy ki tud alakulni egy érvényes költői világ vagy sem, hogy milyen elvek szerint rendeződik el egy költői életmű, meg egyáltalán, hogy hogyan súlyozódik egy költői életmű. Ez belátható időn belül nagyon sokat így nem fog változni. És hát egyáltalán az, hogy mi az, hogy én, mi az, hogy költői világ, erre nézve is lehet fogódzókat találni a Kacérromok című kötetben. És végső soron egy olyan dilemma is kirajzolódik, ami engem mindig is foglalkoztat. Itt most a saját pozíciómat is ki kell jelölni, anélkül, hogy magamat előtérbe tolnám. Szóval, hogy én nem vagyok költő. És nincsenek közvetlen tapasztalataim arról, hogy mi az, hogy költészet. Másrészt viszont nem vagyok irodalomteoretikus sem, hanem csak egyszerűen verseket olvasok, és egy másik műfaj felől kitekintve tudok észrevételeket tenni, és hát amikor verses kötetekről recenziókat írok, akkor mindez hordozza ennek kockázatát is, meg a vele járó szabadságot is. Szóval, hogy hogyan lehet azt megoldani, és szerintem erre a Harmat Artemis könyve eléggé meggyőző választ ad, hogyan lehet azt megoldani, hogy valaki egyszerre legyen élményszerű is,
Hát a költészettel való találkozás, akárhogy nézzük is, extatikus élményét megőrizze, és közben szakszerű is legyen, mert hát bizony a szakszerűség követelménye az nem egy ördögtől való dolog. Ennyit tudok most így elsőre mondani, aztán ezt tovább lehet fejleszteni, vagy tovább is léphetünk ebből. Ugye ennek a könyvnek van egy olyan erénye, ami leginkább megragadott már a készülés fázisában. Nyilván sok olvasott viszont kevésbé fog megragadni. Ugye a kortárs magyar líráról van szó, és ha valaki megnézi a tartalomjegyzékét, majd ne adj Isten, ha lenne népmutató, ami szándékosan nincs, akkor ki szerepel benne, és ki nem? Hogy csak ilyen szűkre vonja ezt a kört, amit a kortárs magyar lírának mond. Ugye a művészetben Grosz szerint két szelekciós el van, ő a képzőművészet vagy a múzeum logikájáról beszél, az innovációs és a minőségi szelekció. E két elv szerint rendeződik minden. Ő alapvetően azokat a költőket választotta be, akiket innovatívnak gondol, akik valamiféle újítást hoztak a kortárs lírának az elmúlt 15-20 évében. Ezt nyilván nagyon provokatívvá teszi a könyvet. Én ezt nevezem bátorságnak vagy radikalitásnak, mert nagyon finom ízlése, és már vers ízlése is rendelkezik, és ez a bátorság, hogy nem telefonkönyvet ír. Általában az ilyenfajta kötetek, összefoglalók, azok felsorolnak mindenkit, mert nem akarnak megbántani egy olyan irodalomban, amely egyébként is a primadonnákra hasonlít. De hogy ez Farkas Zsolt eleménye, ezt a részét Farkas Zsolt átvette. Tehát, hogy megjelöljem. Nyilván ilyen értelemben bizonyára maradtak ki emberek, mert mondhattuk, hogy ez is vagy az is hozott újat a magyar írába, de ha belegondolunk, azért olyan sokan nem lehetnek. Egy költői korszak újító költőkben azért nem 30 költőt tartalmaz. Minőségi értelemben bizonyára, hogy jóval több szereplője van. És a kasszérromoknak a szerzője jól bizonyítja, legalábbis meggyőzően érve, hogy azok a szerzők, akik itt ebben szerepelnek, és akik több tanulmányban is elemez, tehát egy-egy szerzőről is több írás szerepel, azok valamiféle újat hoztak, hogy mi ez az új, e kell rendezni. Tehát alapvetően ennek a könyvnek ezt a költői innovációt, tehát ilyetben nem szisztematikus könyv, nem a korszak teljes áttekintését adja, noha van a bevezetőben is utalás erre, és nem is feltétlenül egy generációs elvet, hanem azt vizsgálja, hogy mi az, amitől ez az új magyar lírában valami új történik. Ettől mondom, nagyon támadhatóvá is teszi a könyvet, és fordítva, nagyon izgalmas, mert ezt kevesen vállalják el. Különösen az irodalomtörténészek, és ő ebben a szerepben kettős pozícióban van, a kritikus és az irodalomtörténet. Ezt ilyen jó dolognak gondolom. Az irodalomtörténész már azért szereti, kicsit nagyon távolról nézi, halálbiztosan megnézi, hogy Arany János tényleg akkor nagy költő volt-e, vagy egy centivel kisebb, és így tovább. Ismerjük ezt az unalmat, és a magabiztosságot, és tudásra, többi, de ritkán kockáztatnak. Vagy nagyon kevés újra. Nyilván a kortárs lírája egy olyan terep, ahol ezek a kijelölések, ezek a merész döntések, vagy az, hogy mit ismerek föl egy korszakból, ez lényeges dolog egy kritikusnál. Ez kevésbé az irodalomtörténészek. Ugyanaz érvelése, kifejtés az irodalomtörténészhez hasonlít, de nem igyekszik szisztematikusan föl, és vállalja annak a kockázatát is, és bizonyára azt gondolom, aki ezt bírálja, én nagyon örülnék neki, írja meg, hogy szerinte kik és hogyan, ne a névsort, hanem hogy miért és hogyan más költők. Ráadásul olyan költőket választ, akik közül mondjuk a Marnónak a költészetét, vagy akár a Borbészárdét nem nagyon értik. Az a, legalábbis, bocsánat, az értelmezőket többségét nem akarom megmondani, vagy megbántani, de az a gyanúm, hogy Marnót általában Marnóból magyarázzák, a legtöbb rajongó, kritikus nagyjából a Marnó értelmezésének az önértelmezését olvassa vissza. Borbészárd esetében jobb a helyzet, azt gondolom a recepciója gazdagabb, de mondjuk nem olyan költők, akik nagyon értenek, vagy a jelentőségüket igazából fölmérték. Más eset, nem sorolom föl, hogy kik szerepelnek, Térei vagy Kukorelli talán ebből a szempontból szerencsése. És ugye a kötetről nem akarok én a Márton Széjét egy hosszú bevezetőt mondani, csak azért mégis jelezni akarom, hogy mi az, amiért számomra ez a dolog fontos. És nyilván, ha megpróbálom az Artemis megszólítani, érezted ennek a kockázatát, amikor azt mondtam, hogy te ilyen radikális mozdulatot teszel, és azt mondod, hogy nem 16-ot választok, nem 23-at, hanem ezeket és ezeket a költőket csak. Mert nyilván ez egy nagyon fontos döntés volt még a munkád elején. Igen, hát én is köszöntök mindenkit. Remélem, hogy pár mondatnál többet is tudok mondani. Jó, úgy beszél, hangod már.
Tehát ez egy hosszú folyamat volt nálam, ugye 10 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a kortárs költészet lírai szubjektumáról igyekeztem írni a szakdolgozatomat, és akkor igyekeztem, ami létezik, mindent kezembe venni. És ebből próbáltam válogatni olyan szerzőket, akik a líraiént olyan módon kezelik, vagy olyan módon, tehát a költészetükben olyan módon áll a központban, hogy ez egy problematikus líraién. És én nem is gondolkodtam természetesen kötetíráson, és az viszont elég hamar kikristályosodott, hogy melyek azok a szerzők, vagy versciklusok, amelyek engem igazán úgy magukkal ragadnak, és hosszú időre lekötnek, és arra késztetnek, hogy újra és újra visszatérjek hozzájuk. És utólag persze, főleg amikor már megjelent a könyv, akkor többet forgolódtam, hogy lelkiismereti okokból, hogy nem kellett volna esetleg még erről vagy arról a kötetről, vagy életműről valamit mondani. Tehát itt jön az, amit Sándor is említett, hogy végül is én tudatosan választottam azt, hogy inkább egy szűkebb mezőt veszek, vagy egy szűkebb metszetet, és abban viszont megpróbálok következetesen érvelni, vagy következetesen megnézni azt, hogy miért ezek maradtak fönt a rostán. Tehát ez a könyv végül is ezt próbálja bizonyítani is, hogy a tetszésen túl mi az, ami ezeket az életműveket és ezeket a versciklusokat tartotta meg, vagy tartotta bent. Jó, hát itt vannak nagyon hangsúlyos problémafelvetések. Például az, hogy miért ennyire középpontban állóak a ciklusok. Tehát, hogy nem kötetről, nem az egyes versekről van hangsúlyosan szó, hanem a ciklusokról. Mondjuk a boldog feltámadás reménye alatt ciklusról. Felveti azt a kérdést, hogy mi a műegész. Hogy mitől válik egy szöveg lezárt teljes egészé, hol húzódnak a határai. Hogy egy adott korpuszon, mondjuk egy köteten, vagy egy életművön belül, mekkora az átjárhatóság, különös tekintettel az idő múlására is. Akkor mondjuk én még egy ilyen alapvető kérdést helyeznék előtérbe, több is van, de ami nekem feltűnt, az, hogy az olvasó bevonása a vers érvényesülésének folyamatába, hogy az értelmezés egy részének átengedése az olvasó számára, hogy ez egy közös munka valamiképpen. Ugyanakkor azonban ez nem jelent önkényességet, és nem jelenti azt, hogy ez partalanná válik. A harmadik az, ami engem, mint elbeszélőt is közvetlenül érint, az a tér a költészetben. És ez a motivum, úgy látom, hogy végigvonul az egész köteten, hogy hogyan lehet egy térbeli viszonyrendszert átfordítani nyelvi viszonyrendszerré. És itt visszatér a térkép hasonlat motivuma, az, hogy a térkép is egy olvasási módot indukál, és ez megfelel a nyelvi jelek sora és a jelölt dolgok sora viszonyának. És ez az, ami számomra nagyon komoly újdonság értékkel bírt. Most, hogy egészen különböző karakterű költőket hogyan lehet ilyen problémafelvetésekkel közös nevezőre hozni. Ezt érzem a kacérromok egyik nagy kihívásának, és hát engem nagyon érdekelne, feltéve, hogy a hangszálak még itt engednek, és
ki lehet belőlük decibeleket sajtolni, hogy maguk a probléma felvetések hogyan épültek fel ilyen, ezeknek a kérdéseknek a mentén? Hát, hogy valamilyen szisztéma szerint? Mondjuk a belátás és az ötlet hogyan épült fel. Nem a szisztéma érdekes, a szisztéma kiolvasható magából a könyvből. Itt azt a szubjektív részt, arra a szubjektív résznek kialakulására volnék kíváncsi, ami nem az ízlésítélet privát részével függ összetözvetlenül. Ha erre hirtelen kell válaszolni, akkor először a valamilyen sűrűségnek a vonzás, ami elindította azt, hogy ha jól értem a kérdést, hogy ami elindította azt, hogy tényleg egy-egy versciklussal behatóban is foglalkozzam. És aztán az pedig ugye közben alakul, hogy mi az a probléma, vagy az a csomópont, ami szerint érdemes tovább kérdezni azt az adott versciklust. Tehát ez mindig akkor alakul. Tehát szerintem az problémás neki indulás lenne, hogy eleve egy elméleti felvértezettséggel rontok neki egy életműnek, és biztos, persze mindenkinek vannak előfeltevései, de én úgy érzem, hogy sikerült ezeket annyira, épp csak annyira felfüggeszteni, hogy a kíváncsiságom erősebb volt. Tehát, hogy először voltam nagyon kíváncsi, és közben alakult az, hogy vajon hogyan is lehet megszólítani, vagy hogyan lehet ráérezni annak az adott korszaknak, vagy életműnek a lényeges vonásaira. És ilyen szempontból nekem nagy élmény volt először Kukorelli Endre lírája, mert ugye ez a legkorábban foglalkoztam ezzel a kötetben lévő szerzők közül, és az volt az érdekes, hogy az elején egyáltalán nem értettem. Tehát, hogy annak ellenére szerettem volna hosszabban gondolkozni róla, hogy az első benyomásom csak annyi volt, hogy itt valami lényeges történik. És úgy éreztem, hogy megérte szánni erre időt, és újra megkeresni azt a bejárási pontot, vagy akkor mondjuk területet, vagy térképet, amely aztán segít eligazodni, és kialakít egy rendszert. Szerintem az Artemis jobb, mondjuk jobb ízléssel rendelkező irodalmár, mint elmélész, és ez szerencséje a kötetnek. Tehát egy nálam szigorúbb elméleti ember nyilván számon kérheti a kötettől, hogy ez az elméleti belátásokat vagy elméleti dolgokat tartalmazó kötet nem koherens, bizonyos dolgok kilógnak, mert nem akarod egy térbe szuszakolni ezeket, vagyis a közöst, amit a Laci hangsúlyoz belőle, de ezek nagyon különböző karakteri költök, és ez a kötet írásai megőrzik. Tehát miközben van bizonyos közelség, együttes dolog ebben a itt szereplő költöktől, de nem minden tehén fekete ebben elméleti sötétben, vagy elméleti világosságban. Tehát, hogy a dologban az az érdekes és jó, hogy ezek a különböző költői, poétikai eljárások között egyszerre tud különbséget tenni, meg tudja őrizni a karakterét, és ha visszafogottan is, én ebből többet is szívesebben láttam, nagyon jó értékeli az életműveket. Tehát amiről ő kiválasztja, már a kiválasztás, hogy mit tart elemzésnek, azt tartja fontosabbnak, hogy akkor néhány ponton kiderül, nagyon éles kritikus is. Én annak külön örültem, nyilván most azokat a részeket nem fogjuk boncolni egy-két helyen, belegyalogol a dolgokba. Ez nagyon, nagyon fontos, és nagyon jó is, hogy nem egy kötetnek is, meg egyáltalán az, ami ez nagyon... Tehát a kánon rombolás épp úgy hozzátartozik, mint a kánon újraolvasása. És itt nagyon sok minden a kortárs díjra körül, végtelen sok maszatolás van. Részben az is probléma, hogy nagyon leszűkült annak az olvasókörei, vagy az értő olvasatok leszűkültek, vagy másrészt van ez a teoretikus beszéd, ami engem egy kicsit zsibba, azt, amit olyan madártáblatból beszélnek, hogy egy-egy versidézet már csak illusztrációnak látok, tisztelt a kivételne. Ebből a szempontból nagyon szerencsés ez a kötetnek ez az aránya. Nyilván, hogy ez a
különböző értelmezői kódok vagy nyelvek hogyan illeszkednek össze, ezt majd megvitatja a kritika, ez nem a mi dolgunk. De amit akarok mondani, hogy akkor hogy kerül ide, hogy valami poentírozó kérdést is föltegyek, hogy ne csak komolyságról, hogy Kis Pál és a borz. Tehát mondjuk beszéltünk Kukorelli, Térei, Marnó, stb. És Kis Pál és a borz. De most kötet egyik erősségének érzem azt, hogy... Csak még mielőtt... Ja. Jó, akkor utána. Bocsánat, mondhatod. Semmi, hát szóval, hogy van egy szövegcsoport, vagy szövegtest, amit nem szokás a költészethez számítani, ugyanakkor a közéletben jelen van Lovasi András dalszövegei. És most az tényleg nagy merészség, hogy hozzányúlni egy ilyen korpuszhoz, és felfedezni benne a költői értékeket, meg egyáltalán a költészetnek a működését és jelenvalóságát. És nyilvánvalóan nem a kánonképzés szándékával. Nem hinném, hogy Lovasi Andrást ezután egy jelentős magyar költőként fogjuk számon tartani. Viszont az, hogy ebből az irányból is átjárható a költészet, az szerintem egy számottevő felfedezés. De vissza a kérdéshez magához, amit Sándor feltett. Hogy kerül a kötetbe a Kis Pál dalszövegeknek az elemzése? Hát ez is egy régi történet, megint a sűrűségre tudok hivatkozni, arra, hogy érdemes visszatérni ugyanarra a dalszövegre is akár, mert számomra mindig izgalmas, amikor egymást kizáró jelentés rétegeket lehet. Amikor egymás, tehát egyrészt ugye több jelentésmező is fölépül, és ugyanakkor ezek ki is zárják egymást. Tehát úgy is lehet különböző koncentrikus jelentésköröket fölépíteni, illetve az olvasó részéről az értelmezésben észlelni, hogy ezek szépen kiegészítik egymást, és egyre inkább tágulnak. Ugyanakkor itt ezekben a dalszövegekben is, a többi szóvetett ciklusban is azt érzékeltem, hogy ezek a jelentés résztegek, ezek nem engedik meg azt, hogy egyszerre legyenek érvényesek. Tehát, hogyha az egyiket választom, akkor a másik nem lehet igaz, és ez számomra ez a feszültség, ez nagyon izgalmas volt. Tehát ez az, ami közös nevezőre hozza a dalszövegeket a versekkel, hogy egy olyan ellentmondás bontakozik ki, ami nem feloldható. Ezt teljesen elfogadtam, csak ugye az a furcsa, hogy a kötetnek egy jó rész nagyon arisztokratikus, nagyjából olyan szövegeket mozdít, megértelmez, miközben ez egy abszolút populáris dolog, és ez jó kis ellentét. Én nem gondolom, hogy a kötetnek úgy kell homogénnek lenni, mint a vasbetonnak, tehát pont ez az érdekese is, mert valóban sokan költészetként is értelmezik. Nekem fura volt ez a szöveg, mert például én nekem nincs is nagyon különös zenei memóriám, Kis Pál és a borz koncerten és emlékeim szerint soha nem csápoltam, de azt hiszem, hogy megragad, de így zene nélkül olvasom ezeket a szövegeket, és ugye előtte miket olvasok, akkor azt érzem, hogy nem költészet. Aztán fölidézem, hogy tényleg úgy az, mintha majdnem dal lenne, de például tudom, hogy az amerikai kultúrában meg máshogy rap szövegírókat költőknek neveznek, és ez teljesen rendjén is van. Én ennél arisztokratikusabb vagyok, de a kötetben ezt tök rendjén valónak tartom. Egyébként meg a 30-asoknak, vagy hát hogyha lehet új nemzedéket lehet emlegetni, akkor ez most már nem egy olyan ritka téma, tehát hogy a populáris kultúra és a költészet találkozik, ez most egyre inkább a központi kérdés, hogy hogyan ez a használhatóság, amit egyébként én annyira nem értek, hogy ez mire vonatkozik, de néhány olyan elemzés, amelyik a mai magyar legfiatalabb költészetről szól, emleget ilyesmit, hogy ezek a határok elmosódnak, föloldódnak, és a populáris kultúra is, a magas kultúra, az nem létezik külön-külön. Ugye itt a slam poetry is.
És ezek te ezt egy létező, valós teljesítményekkel alátámasztott dolognak látszott, mondjuk akik, valaki beszámolt el az utóbbi Slam Poetry-esről, azt mondta, hogy rémületes volt. Lehet, hogy másoknak meg nagyon tetszik, de hogy volt a Térieknek a rappel egy ilyen kis flörtjük, de azok se épültek igazából szerintem be a költészetükbe, vagy a magyar költészetbe. De mégis nyilván persze az igény, az jelen való, hogy hát ne csak így szövegként létezzen, ne csak 500 példány legyen, ne csak, hanem valamiféle a popularitás felé. De azok, akiket elemzel, azok nem ilyenek. És én szerintem is ebből a szempontból mégis a mostani költészetnek a leglényegesebb szereplői szövegei. Nyilván még egyszer mondom, nem elégszer bizonyára, hogy ez bővíthető, tehát szó nincs arra, hogy ez a lista, és akkor de egy érvényes ajánlat, és nyilván mások meg mást is hozzámondanak, de olyan sokat nem lehet hozzámondani, akik jó, tehát egy korszak nem tartalmaz 50 Goethét. Kérdésem nem volt, csak állítása. Mindig én nem kérdezem. Tehát ezt kérdeztem, hogy van szerinted esély, hogy ez közelebb kerüljön? Vagy törekvések vannak? De látsz olyan, hogy aki most nem olvasnak a fiatal Závodak első könyvét, tehát a Závoda Péternek, mert valami ilyesmire tesz is. Én magam részéről nem így tevődik föl a kérdés, hanem a nyelvi esemény, hogy az elég izgalmas. Most akár verbális, tehát akár szóban hallható élőbeszédről van szó, akár írásban, ott tart-e és leszögez-e. De most így teoretikusan én nem érzékelem ezt az átjárhatóságot, vagy hogy ezt feltétlenül e szerint kellene megközelíteni, hogy vándorolnak át ezek a nyelvi elemek egyik közegből a másikba. Még inkább azt kérdezném meg, kicsit ellent mondok most Sándornak nevezetesen. Vegyük a német romantika korszakát, amelyben Goethe is élt, aki nem volt romantikus költő. Biztos, hogy nem volt 50 Goethe, de biztos, hogy volt nagyon sok jelentős költő, akin keresztül Goethe árnyaltabban, differenciáltabban értékelhető. És mit tudom én, biztos, hogy Eichendorff nem volt akkora költő, mint Goethe, de Eichendorff is tudott valamit mondani, amit más nem tudott. És ha a mai magyar költészetet nézzük, itt is nagyon sok olyan költő van, aki tud egy valamit, amit más nem tud, és az viszont az övé. És hogy ez beszüremkedik-e, mondjuk, tehát más költők teljesítménye, aminek a fénye azonban észlelhető, beszüremkedik-e az általad vizsgált költők életművébe? Még egyszer, tehát hogy a vizsgált költők életművén belül fel lehet-e fedezni nem hatást, hanem egyszerűen más költők jelenlétét? Biztos, hogy föl lehet, én inkább a fiatalabbakon érzem ezt a hatást. Lehet, hogy azért, mert hogy ezekkel a költői teljesítményekkel foglalkoztam többet. Tehát én inkább a jelenkor felé érzem ezt a hatást, és azt úgy külön nem vizsgáltam a könyvben, hogy ezek az adott életművek milyen korábbi hagyományokra tekintenek vissza, illetve részben mégiscsak, de elég önálló és nagyon karakterisztikus köteteknek láttam ezeket a beválogatottakat. Azért Klacinak valamilyen módon polemizáljunk, hogy a Sebők Zoli szokta mondani ezt a hasonlatot, ugye ez a innováció és minőségi szelekció jelben, hogyha mondjuk a 50-es évek absztrakt expresszionizmusáról csinálnak tárlatot, vagy egyáltalán az 50-es évekről, akkor akármilyen jó minőségű tanyaképet csinál valaki, azt nagyon nehezen válogatják be. Tehát ha a minőségileg ez kiváló lehet, de valamilyen értelemben ez az innovatív, valamilyen korszaknak az innováció határozza meg, ez az Eichendorff Goethe példája is ez, hogy valami, persze, hát rengeteg jó költő van,
az a kérdés, hogy fontos vagy nagy, tehát az értékesében melyik kap dominánsat. Ez a kötet felől én is inkább a felől vagyok, meg egyáltalán az irodalmat én inkább így olvasom, hogy kihoz újat, kihoz mást, kihoz, nem a romantikus eredetiség értelmében, én azokat tartom jelentős vagy nagy költőknek. Ugyanakkor tele van, de és inkább a magyar irodalmi értés viszont ezt szereti simogatni a poéta minoroknak a fejét, hogy te is milyen jó vagy, te is milyen szépen csinálod a verset. Megreszelted ezt a szonettet, nem rossz ez, kiváló, tele van a, vele, a, nem mondom meg, melyik folyóiratokra gondol. Tehát rengeteg ilyen van. És alapvetően ez a konzervatív magyar versízdésnek, ez nagyon is megfelel, ez is tetszik. Általában ezt szokták mondani. Most egy kicsit a kötet védelmében ez a provokáció ebbe a térbe hang. Tehát nyilván egy másik kultúrában lehet, hogy ez nem hatna ilyen provokatívan. Én ezt akarom ezzel csak hangsúlyozni. Amit kérdezni akarok, hogy egy ilyen provokatív vádat is mondja, hogy ugye a mostani női irodalom divatja van. Nem tartasz-e attól a vádtól, hogy te itt jó rész férfiakkal foglalkozó, azt a női költőt, akit meg elemzel, azt inkább bírálod, mint kasarolod. Eszembe jutott, de csak azért, mert mostanában ez a kérdés voltam is. Hát eszembe jutott, hogy esetleg ez majd el fog hangozni, esetleg viszont látom valamilyen kritikában, de... Jobb itt helyben válaszolni majd. Hát erre nincs válasz, mert... Ilyen értelemben te látsz-e olyasmit, mondjuk, akkor fogalmazzak rendkívül intelligensen és kicsit finomabban. Tehát, hogy a kortárs magyar lírában a női érzékenység vagy a női írásnak a megjelenése hozott-e olyan minőségi változásokat, amely ebben az újító tendenciába belefér? Elég korrekt? Igen, na. De én nem teszek különbséget. Tehát amikor írtam, én nem néztem, hogy nő vagy férfi. Jó, hát ez egy jó válasz. De mégis csak, hogy aki nő szerepel... A borítómon van férfi is, nő is, tehát... Így, ahogy mondjuk, jó. És ezt a dolgot, amit már itt az innováció kapcsán kérdezted, ez kezdettől vagy tudatos, vagy későbbiek, ahogy kötetről kötetre, mert ugye ezek nem monográfia, de monográfia értékű, külön születek tanulmányok, te egy-egy idézőjelben mondom ezt, egy költőbe szerettél bele, és utána idéző, most a... Tudom, hogy félreérted, de azért is mondtam. Tehát, hogy egy, mondjam, hogy Cucurellit olvastad előbb, az... Jó van, ne ízléstelenkedjük. Tehát a dolognak a lényege, hogy ez pontról pontra halad benned, vagy, és így alakult ki, vagy a olvasásod, amikor elkezdtél írni, akkor nagyjából ezek a szereplők voltak már színen. Igen, nagyjából ezek a szereplők voltak, de úgy alakult a válogatás, hogy mondom, tehát ez volt a kérdésfeltevésem, hogy ez a lírai szubjektum, vagy verself, az elég rugalmas-e, vagy elég izgalmas-e, elég összetette ahhoz, hogy külön elméletileg is ezzel közelítsem meg azt az adott életművet, mert úgy tűnt nekem, hogy akik kezembe kerültek, vagy akik kezembe, ami megmaradt, tehát akiket végül is válogattam, még a szakdolgozat idején is, azoknál ezekben a versciklusokban ez egy központi probléma, tehát az én, az önreflexió, illetve a versszubjektumnak ezek az ellentmondásai, a vershangnak az összetettsége, és a megfoghatatlansága, vagy inkább az ellentmondásai. Ez a köteten kívüli kérdés, ugye az lenne a logikus, hogy mondjuk tovább folytatod azt a vizsgálódást, amit itt elkezdtél, helyett most Vörös Sándorral foglalkozol, nem ellentmondás? Nem ehelyett, ez párhuzamos lett, igen. És igen. Miért Vörös? Vagy miért egy ilyen irodalomtörténeti feladat inkább? Hát ez két kérdés. Hogy miért Vörös, arra ugyanaz az egyszerű válaszom van, hogy ez először mindig intuitív nálam, tehát először van az érzéki találkozás, és utána gondolom végig, hogy miért volt rám hatással az életmű. Viszont irodalomtörténetileg is fontos lenne Vörös Sándorral minél többet foglalkozni, tehát hogyha ezt nagyon tudatosan választaná ki valaki ezt a témakört, mivel
már régóta esedékes, vagy egy újraértékelés, vagy egy újraolvasás. Először is óriási életről van szó, másrészt fantasztikusan szerteágazó színes életműről, és rengeteg minden eladósak vagyunk még Vörös Sándor költészete kapcsán. Ez teljesen párhuzamosan zajlott, és aztán azon persze gondolkoztam, hogy a kortárs költészetből olyan szereplők foglalkoztattak-e, akik kötődnek ehhez a vörösi életműhez. De arra jöttem rá, hogy nem. Ezt akartam kérdezni, hogy a kortárs költészet nem nagyon írja tovább Vörös, bár nem. Szoktak emlegetni egy-két poétát, aki leginkább mondjuk Kovács András Ferencet, akinek ezt a alkata is nála kisebbeket néha, de hogy ezek valójában tovább írják Vörös? Mert ugye egy ilyen klasszikus életmű, ilyen tetszhalott állapotban van, ennek részben a jogörököse is Ludas, akinek sikerült 15 évig ki nem adni a Vörös életművet, és ugye az olvasók kiderült, a memóriájuk nem véges. Másrészt, mert a kortárs költésze, minthogyha a Vörös nem írná tovább. Igen, ugye Orevet Cimrét szokták még emlegetni, Kovács András Ferencet, és én inkább úgy látom, hogy, és erről szól a következő könyvemnek az első tanulmánya majd, hogy inkább csak elemeit viszik tovább az egyes kortárs szerzők, tehát nem a világkép, hanem egyes vonásait. Azokat szerintem elég jól be lehet határolni, és szövegszerűen meg lehet nézni, és erre teszek is kísérletet. Tehát ez most fog megjelenni ez a szövegem a Tiszatájban nyáron. Közben még Vörös egy sor korábbi költőnek a mondjuk így, hogy szívét, lelkét beépítette saját költészetébe, kezdve a költeményíró Katona Józseftől. De hát a három verép hat szemmel az egy iszonyú nagy akheróni kirándulásként is olvasható, és hát ő benne egy nagyon sok más kisebb, meg elfelejtett, meg ismeretlen költő is benne van, és nyilván egy nagyon nagy szintetizáló költőnek kell lennie, aki hasonló teljesítményre képes, de éppen a Vörös óriási életműve és annak jellege gátolja meg, hogy egy ilyen kialakuljon. De itt most két kérdést szeretnék föltenni. Az egyik az, hogy hogyan megy a találkozás egy költői életművel, hogy ebben milyen szerepe van a felfedezésnek, és mondjuk az egész megismerésének, vagy pedig az életmű folyamatos épülése nyomon követésének, ez az egyik. A másik pedig az, hogy van ez ilyen szempontból különbség a lezárt életmű, például a Vörösé, vagy a tovább épülő, de már most is igen jelentős életművek szemlélése között. Köszönöm a kérdést. Van, tehát először a második kérdésre válaszolok, hogyha az életmű épülését tekintem, akkor először, tehát akkor mindig eljöhet egy pont, ugye nagyon közel vagyunk tehát most született versekről van szó, és ezért többször előfordult az, hogy mondjuk csalódást okozott valakit, hogy egy ideig követtem az élet épülését, és akkor utána úgy éreztem, hogy innentől vagy nem érdemes követnem, vagy később kell visszanéznem, hogy mi alakul még belőle, mert az, ami benne izgalmasnak látszott, vagy ami lényeges, innovatívnak, hogyha ennél a szónál maradunk, az végül is nem teljesült. Igen, és az előző kérdés, az pedig a költői életművekkel való megismerkedés volt. Ja, igen, tehát azt viszont többször emlegettem is, de biztos, hogy ennél bővebben ki tudom fejteni az intuíciót, vagy az érzéki találkozást, tehát ez a... Azt javaslom, hogy én szeretnék még ezen a ponton tovább menni, hogy
Én soha nem írtam verset, vagy nem voltam költő. Lehet, hogy írtam verset, de költő nem voltam. Nem értem, de most nem rólam van szó, hanem van egy olyan érzésem, hogy az emberi életszakaszok és a műfaj viszonya más és más. Tehát másképpen viszonyul az öregedéshez egy prózaíró, mint egy költő. Hogy van-e valami általános szabály, hogy az életkor és a költészet hogyan viszonyulni? Tudunk költőket, akik késő aggastyán korukban is zseniálisak. De mégis a költészetet a fiatalkorral szokták összekötni. Ez az egyik, és hát arra volnék kíváncsi, hogy láttál-e valami olyasmit, hogy van egy akmé, egy csúcspont, és utána jön egy lehanyatlás. Ezzel kapcsolatban valami általános törvényszerűség, a lírán belül természetesen, hogy nyilván sok életművet szemügyre vettél már, vagy meg lehet-e vonni valami mérleget, hogy ilyen is ilyen tekintetben már nem lép előre egy költő, de más tekintetben viszont igen. És egészében véve ez mégis a költészet gazdagodását jelenti, vagy az életmű gazdagodását. Ez egy nagyon nehéz és kínos kérdés. Ez biztos, Lasszikám, ez egy akadémiai szép fogalom kérdés. Ez nekem is sose jutott eszembe, hogy műfajokhoz kössem az életkort, vagy hogy ez itt kapcsolatot lássak, mert a költészet az engem mindig foglalkoztatott, és remélem, hogyha még idősebb leszek, akkor is fog. És én prózáról is írtam közben. Az pedig, hogy ez most egy szerző szempontjából hogyan működik, arról fogalmam sincs, mert én nem vagyok szépíró, úgyhogy ezt nem tudom. És viszont egy életművön belül pedig feltétlenül lehet érzékelni természetesen ezeket a csúcspontokat, vagy akár a lehanyatlást, de hát azt hiszem, ahhoz kell egy kis időbeli távolság, hogy ezeket ki lehessen mondani. Hát itt ebben a könyvben is szerepel olyan szerző, akinél úgy találtam, hogy valami figyelemreméltó történik, és utána kevésbé érzékeltem ezt, és el kellett tenni ahhoz egy kis időnek, hogy ezt egy állításképpen is megmerjem fogalmazni, és az érveimet is az érveimmel is alá tudjam ezt támasztani. Ha itt a kiinduló pontnál maradunk, amire már nem fogok én mit belemászni, csak az ugye egy költő meg egyáltalán az irodalmi korszakok olyan rövidek, ez nagyon sok hosszan élő írónak rettenetes rossz, hogy 20 évig nagyon, nagyon innovatív tud lenni, és aztán nagyon rosszul veszi ki magát, hogy jönnek rá, akár most prózaírók, akár más. Csak a magyar irodalomnak szerencsére ilyen lassú, gyalogós, kocogós irodalmárai vannak, akik még 30 évig is trombitálnak utána. Nem azt mondják, hogy na jó, ez már azért nem annyira jó. Hát, nagyjából nézzék meg, a 80-as éveknek a kánonja van. Messze túlírt ezt az irodalom, de mégiscsak főleg így mondjuk hogy ennél szélesebb nyilvánosság a média, meg egyéb, ezeket a neveket ismeri, és mindaz, ami így van, ami új, az nagyon lassan más-más okokból, de ez nem történik meg, vagy nehezen. Azért, mert ezért nem megy, hogy le kell nyomni azt, ami nem olyan odavaló, nem olyan jó. Azt kell mondani, hát ez nem olyan jó. Ez nincs meg, és ezért van egy csomó így ez a dolog. Tehát én inkább, ha most megfordítottam a Lasszi kérdését, én ezt az öregséget látom a magyar líra értelmezésében, irodalmi értelmezésében. Azt mondja, költőknél, meg íróknál, meg hogyan van, hát hol jó, hon nem fiatal korában, azt öreg korában, meg által mindenki meghűjük. Hát ebben semmi probléma nincsen. Szerintem ilyen egészséges az élet. Ha meg csak elemeket visz tovább, az lehet, hogy ezért engem el lehet ítélni, de akkor engem annyira már nem foglalkoztat. Tehát, hogyha csak bizonyos pontokon tart meg olyasmit, ami innovatív, azt viszi át, akkor lehet, hogy egy olyan elméleti
megközelítésben ez érdekes, hogyha már van egy prekoncepcióm, és akkor ahhoz akarom megkeresni, hogy hogyan változnak és hogyan vándorolnak ezek az elemek, de hogyha tényleg a hatásból indulok ki, akkor az tovább már nem érdekel. De ha valaki egy ellenőrző kérdést akar föltenni a kötettel kapcsolatban, azt nézi meg, hogy az új lírikusok, nyilván még biztos 2-3 nevet is tudom mondani, ezeket a költőket írják, akik izgatják a költőket. Tehát ugye a számottevő új költőket, ez egy elég jó teszt. De nem akarok én már ennyit érvelni mellette a könyv, mert szerintem nagyon megdicsértünk. Voltak problémák, amivel nem jutottunk előre, de ezt nem is fogjuk, például ezt az aggastyán kort, ezt nem hiszem, hogy meg fogjuk oldani ebben az életben, kihanyatlik ki nem. De szerintem egy kicsit több bátorság kéne, és Artemis könyve mányt ez az irodalomról való beszédhez, hogy azt mondani, hát igen, hát nem annyira kóser minden. Másrészt, ami kóser, meg azt kell mondani, hogy nagyon jó. És ez rendjén is való. Köszönöm Artemis, hogy a hangod megjött. A bátorságodat is köszönöm. A Lassinak köszönöm a közreműködést, önöknek meg a türelmet. Szépen.